Köszöntöm Önöket, ez a DSTV kulturális magazinja, a ProArt. Sorsfordítás címmel nyílt kiállítás az Intercize Múzeumban június 6-án. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet arra a Kádár korszakban elkövetett eseményre, mert gyökerestül megváltoztatta a magyar társadalmat. Elment katonának, illetve kifizette az adót. A Sorsfordítás című vándorkiállítás a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Országgyűlés Hivatala Közművelődési és Közgyűjteményi Igazgatóságának közös szervezésében indult útjára, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra a kevesek által ismert tényre, hogy a Kádár korszak elején néhány év alatt a teljes agrártársadalmat belekényszerítették a termelőszövetkezetekbe. A Nemzeti Emlékező Bizottsággal karöltve egy sorsfordítás, tehát a paraszti társadalomnak a felszámolásáról készített vándorkiállítása érkezett ide Dunaújvárosba, az Intercize Múzeumba, és hát gyakorlatilag az egyik a kommunista érának az egyik legsötétebb időszakát próbálja bemutatni ez a kiállítás, ugyanis itt az erőszakos TSS-ítés, tehát a hagyományos paraszti gazdálkodást, tehát azt a kultúrát az ön állátó földhöz hatalmasan kötődő parasztságnak a megsemmisítését mutatja be. Gyakorlatilag a magyar mezőgazdaság évtizedeken keresztül megsínlette ezt az állapotot, és hát egyes helyeken nagyon brutálisan ment ez végbe. Hát ezt próbálnánk bemutatni, hisz a kommunista hatalom nem véletlenül a paraszti társadalmat célozta meg, mert ők önállátók voltak, saját maguk urai voltak, és hát saját magukat el is látták. Na most ez általában az ilyen önjáró, öngondolkozó embereket nem nagyon szerette a kommunista társadalom, és hát gyakorlatilag nem is volt ez véletlen, hogy egy szovjet mintára megtörténjen a parasztságnak a felszámolása, illetve gyakorlatilag egy szövetkezeti TSS-ítésbe való betagolása, erőszakosan természetesen. Horváth Gergely elmondta, a kutatás nagyon fontos a Történettudományi Intézet számára, hiszen ez a történelmünknek egy nem túl régi sebe, amiről fontos, sőt kötelező beszélni. A kiállítás részeként rendhagyó történelem órákon vesznek részt a diákok, melyeken a korszakról minden fontos részletet megtudhatnak. 2018-ban volt a kollektivizálásnak az emlékéve, és ennek keretében a Mezőgazdasági Múzeum, illetve a Földművelésügyi Minisztérium megszervezett egy vándorkiállítást, amiben első körben a magyarországi mezőgazdasági szakközépiskolák, illetve szakgimnáziumokba vittük el ezt a tablósorozatot, aminek az a lényege, hogy hát a hallgatók kicsit közelebbi benyomásokat szerezzenek arról, ami valójában nem is mondható olyan túl réginek, egy olyan 60 éve volt, hogy kezdődött a magyarországi kollektivizálás második hulláma, és ennek a folyamatnak az eredményeképpen megszűnt Magyarországon a történelmi parasztság, mint társadalmi csoport. Most a kiállítás mellett minden iskolában egy úgynevezett ilyen rendhagyó történelmi óra keretében szerettük volna még közelebb hozni ezt az ismeretanyagot a hallgatóknak, diákoknak, és idén tavasszal ez a program sorozat minden iskolába eljutott, lezárult ez a szakasza, és az év hátra levő részében, mint most ide Dunaújvárosba, még tovább ment a kiállítás, illetve egy-egy ilyen rendhagyó történelmi órát itt is szeretnénk még tartani a érdeklődő gimnazistáknak. Tudni kell, hogy a háborút megelőzően Magyarországon a parasztság volt a legnagyobb társadalmi csoport. 1910-ben még 60%-nak a keresőknek az a mezőgazdaságban dolgozott, és még 1949-es népszámlálásnál is meghaladta több mint 50%-át. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora súllyal vett részt az ország életében, és az ország felét adta a társadalomnak ez a része, ehhez képest nagyon keveset tudunk erről a csoportról, nincs benne a médiában, nincs annyira benne a köztudatban, és az a tragédia, ami ezt a csoportot érte a kollektivizálással, ami ugye először indult 1948 őszétől a kuláküldözéssel, illetve a kollektivizálás első hullámával, majd 56 után egy második hullámban 59 és 61 között lényegében 100%-osan felszámolta a Kádár kor
illetve a Kádár rendszer a történelmi parasztságot, tehát megszűnt a magántulajdonnal földdel bíró parasztság, ami korábban egy autonómiát adott a falvaknak, gazdasági önellátást biztosított, egzisztenciát adott, és hát identitást is adott, és ehhez képest a új szervezetek, a kollektivizálással előállt termelő szövetkezetek mindezeket a kereteket már nem tudták biztosítani, és ennek a következményei azért nagyon ékesen látszanak mostanra, azóta most már az unokák nemzedéke is felnőtt. Mit értek ez alatt? Aki tehette, az városba költözött, illetve a gyerekeit olyan irányba tanította, hogy a TS munkából valamiképpen egy perspektívát tudjon nyújtani ahhoz képest, és ez a generáció már nem költözött vissza a falvakba, tehát a általában rossz magyar demográfia helyzetet tovább súlyosbítja az, hogy pont a vidéken, a falvakban élőket, vidéken, falvakban élők számára nem biztosított perspektívát a gazdálkodás, és hát eznek minden hátránya, kára most csapódik le a maga élességében. A vándorkiállítás, mely bemutatja, milyen következményekkel is járt a kényszerkollektivizálás, június 30-ig tekinthető meg. Várnai Gyula elsősorban használati tárgyakból készíti alkotásait. Masszív kollázsait leginkább ajtórészletek, kilincsek és zárak alkotják. A képzőművészről készített portrén következik. Várnai Gyula eredetileg nyomdászként dolgozott. Matematikával, fizikával és zenével is foglalkozott. Konceptualitás, költőiség és akkurátus eszkábálás egyszerre jellemzi tárgyegyütteseit. A használati tárgyakból készített alkotásai által egy különleges világba tekinthetünk be. Visszamegyek a gyerekkoromra, nem szerettem, mint a legtöbb gyerek rajzolni, és nagyon... Most is élvezettel lapozgatom a kis gyerekkori rajzaimat, nem különböznek a többi gyerek rajzoktól, vagy a többi gyereknek a rajzaitól, de nagyon jól emlékszem rá, hogy milyen élvezettel rajzolgattam őket. Hát aztán persze a tanárok felfigyeltek rám, nagyon sok ilyen volt, de nem sikerült, tehát nem vettek fel középiskolába, mint a képzőművészeti középiskolába, és végül is egy ilyen varga betűvel jutottam el a képzőművész pályára. Tehát először természettudós akartam lenni, és akkor végül is el is jutottam egy darabig, de aztán rájöttem, hogy ez más az a világ, ami ott vár engem, és így visszakanyarodtam a képzőművészethez. Közben lett egy szakmám, én alapvetően nyomdász vagyok, magasnyomó gépmester. Ez már egy olyan szakma, ami már meg is szűnt szinte. A számítástechnika az így megfojtotta, de hát még létezik nyomokban. Ez végül is nem egy tipikus életpálya, szerintem a legtöbb művész ezt csinálja. Én is végigjártam a különböző stációkat, én is végigpróbáltam különböző mestereket, különböző technikákat, különböző izmusokat, és hát most, ami nekem nagyon tetszik, amit nagyon szeretek, ez a különböző tárgyakból összerakott ilyen metaforikus, ahogy tetszik, filozófikus gondolatok, gondolatkísérletek. Megpróbálok úgy tekinteni a használati tárgyakra, vagy a tárgyakra, mint a költő mondjuk a szavakra. Tehát ott sem egy szónak nagyon sok jelentése lehet, nagyon sok egymásra utaltsága lehet a szavaknak, és a tárgyakkal megpróbálok ugyanígy bánni. Tehát egy használati tárgy nem csak attól izgalmas számomra, hogy valakinek a kezébe volt, és valamilyen funkciója van, hanem milyen mást lehet ebbe belátni. És hogyha ilyen tárgyakat kapcsolok össze, akkor esetleg egy egész gondolatfolyam jöhet ki belőle. Hát már annak, aki erre mondjuk érzékenyítve van. Kiállításaim voltak Pesten, legutóbb mondjuk a Fehérmegyeri tárlat, ez volt a legutolsó. Inkább az, ami majd jön, legutóbb a Római Magyar Akadémián voltam egy hónapot, és oda várnak majd vissza egy ilyen beszámoló kiállítással. Akkor közben lett egy meghívásom szintén Rómába, ez a Római Európa Fesztivál, ahol egy ilyen 10 napos rendezvényen kell egy kiállítást csinálnom, az is egy elég komoly kihívás. Akkor szeptemberben itt lesz egy kiállítás, ami csoportos kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben. Ami most aktuális, ez a szeptemberi Kortárs Művészeti Kiállítás. Itt mindenképpen újakat is szeretnék, de egy pár régi munkát is beemelek majd. És ezt természetesen úgy próbálom megcsinálni, hogy ezek a munkák egymással kommunikáljanak. Így aztán le kell porolni pár régebbi munkát is. De mindenképpen újakat szeretnék, mert jobban szeretem azt, hogyha ha új és friss dolgok vannak a kiállításban.
Várnai Gyulát több téma is foglalkoztatja, többek között a hagyományos tér, tárgyobjektek és a neonista nációk. Következő kiállításán lehetséges, hogy visszatér eredeti szakmájához és abból merít ihletet. Mint arról korábban már beszámoltunk, idén 14. alkalommal hirdettek felhívást az Acélszobrász alkotótelepen való részvételre. A pályázók közül 5 képzőművészt választottak ki a szervezők, akik májusban az IST Dunafer ZRT üzemeiben készíthették el alkotásaikat. Ezúttal Cseh Lilivel beszélgettünk. Alkotásainak terveit mutatja Cseh Lili. Ő is azon képzőművészek egyike, akik az ISD Dunafer ZRT lakatos üzemében készíthették el műveiket május végén. Lilit már fiatalon rabul ejtette a művészet, testvére is nagy hatással volt rá. Én a bátyámat követtem ebben, aki fotósnak tanult a középiskolában, és így tetszett meg nekem is, de nem állt távol az egész családunktól ez a művészetek szeretete, mondjuk így, meg ez a légkör, úgyhogy elindultam, és aztán így ment az egész. Én még állatorvos akartam lenni kiskoromban, tehát mondjuk általánosban, de aztán egy ilyen középiskolában mentem, ami képzőművészeti középiskolát, ott fotót tanultam, de hát a rajzolás az azért tetszett, meg ez a kicsit szerintem ez a fajta szabadság, hogy tehát emlékszem, hogy azt tetszett meg, hogy a testvérem fényképezőgéppel járkál a városban, iskolaidő alatt is fényképezhet, és akkor így indult. A rajzolás, aztán mintázni kezdtem, és akkor így tértem át a szobrászatra végül, és onnan a szobrászakra mentem tovább, a képzőművészeti egyetemre, és akkor abban úgy megmaradtam nagyjából. Cseh Lili korábban sokat hallott már az acélszobrász alkotótelepről, és mivel az évek alatt többször foglalkozott fémlemezekkel is, így benyújtott a pályázatát. A Dunafernél töltött hetekben 2 alkotást tervezett elkészíteni. Hát ez nagyon izgalmas dolog, egy ilyen, hát nem is gondoltuk előre, hogy mennyire hatalmas gyár, és milyen hatalmas anyagok vannak, és amúgy is, hát otthon ugye nem tudunk ilyen szintű, méretű, nehéz, súly, meg mindenféle dolgokat létrehozni, úgyhogy hát én nagyon örültem neki, megtaláltam ezt a pályázatot, és meg hát valamennyire ismertem is a múltját a dolgnak, tehát ez egy ilyen nagy patinás és nagyon kvalitásos dolognak tűnt. Hát ezért jó esetben 2 nagyobb méretű munkám lesz, de közben most már gondolkozom még valamin, ami egy ilyen egyszerűbb, amíg várok, hogy elkészüljön egy-egy munkafolyamat, akkor közben tudok csinálni egy ilyen kis vas képet. A 2 nagyobb munka az ilyen, hát arra jutottam, hogy az előzetes bejárások után meg mikor készültem a dologra, hogy valami nagyon egyszerű formát próbálok megcsinálni. Mondtam, hogy sokat foglalkoztam lemezzel, tehát egy ilyen lemezhajlításos téma lesz mind a 2 szobor, és én ilyen tájszobrokat is csináltam régebben, tehát egy kicsit a tájra emlékeztetnek, az egyik egy mint egy ilyen domb sorozat lenne, a másik meg egy ugyanennek a formának az inverze lesz, tehát az egyik homorú, másik domború, és az pedig egy ilyen vízre emlékeztető hullámok, vagy ilyesmi. A művészek használhatták a Dunafer gépeit, eszközeit alkotásaik elkészítéséhez. Cseh Lili olyan tervekkel érkezett, amelyeket már régóta szeretett volna megvalósítani, és úgy gondolta, hogy a vasmű biztosítja a lehetőségeket a kivitelezéshez. Nagyon sokszor az van, hogy már sokkal régebb ötletek előjönnek, tehát ez egy ilyen évekre visszanyúló dolog. Úgyhogy amit most csinálok, az is olyan, hogy régóta bennem van egy ilyen forma, amit úgy igazán nem tudtam, hogy miből, meg hogy egyáltalán mit akarok vele, és most ezt vettem elő egy újabb ötletemmel kombinálva, meg ugye arra hangolódva, hogy itt milyen anyagok vannak.
Az acélszobrász alkotótelepen készült munkákból a zsűri egyet-egyet kiválaszt majd gyűjteményezés céljából. A műveket várhatóan június közepétől tekinthetik meg az érdeklődők a Kortárs Művészeti Intézetben. A következő percekben az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket! Vannak olyan fájdalmak, melyeket már a patikákban kapható fájdalomcsillapítók sem tudnak enyhíteni. Nagyon gyakran ízületi gyulladás áll ilyenkor a probléma hátterében. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, mi okozhatja az ízületi gyulladást? És most ezzel egy hatalmas kérdést tettem föl, mert tudom, hogy rengeteg minden okozhatja, én például a Lyme-kórról hallottam. Hát a Lyme-kórt, ha már így kiemeljük, akkor igen, az tud ízületi gyulladást csinálni, nem akkor, amikor egy akut fertőzésről beszélünk, hanem egy sokkal későbbi szakaszban, amikor az illető már el is felejtette mondjuk a primer elsődleges tüneteit a Lyme-kórnak, ha egyáltalán voltak, és ez ezért egy nagyon rossz beteg. De hát rettentő sok minden tud ízületi gyulladásokat csinálni, a immunológiai okoktól kezdve degeneratív problémákon keresztül, az ízületbe fölgyűlő kristályokon át rettenetesen sok minden tud ízületi gyulladásokat csinálni. Mi a tünet? Mi fáj? Hol fáj? Hát az ízületek azok, amik fájnak. Ugye ilyenkor nagyon jellegzetes az, hogy az illető ízület megduzzad, vörössé válik, illetve a mozgathatósága nagyon nehéz lesz. Most azt érdemes megnézni egyébként, mert ezek az ízületi gyulladások általában egy reggeli ízületi merevséggel szoktak kezdődni, tehát az a fájdalmas ízületek azok időt igényelnek a bejáródáshoz. És hogyha ez a bejáródás viszonylag gyorsan megtörténik reggel, tehát tényleg pár perc alatt bejáratódik az illető fájdalmas ízület, akkor általában inkább csak egy degeneratív elváltozásról van szó, a csak ott nagy-nagy idézőjelbe téve, mert azért ez is lehet elég problémás. És hogyha ez a reggeli merevség ez órákon keresztül adott esetben fennáll, akkor azért arra kell gondolni, hogy valami más is zajlik igazán a háttérben. Akár ez, akár az a tünet, a fájdalom azért előbb-utóbb elviszi a beteget orvoshoz, inkább előbb, mint utóbb, mert ezek a fájdalmak azért tudnak annyira durvák lenni, hogy az illető betegnek egészen konkrétan rontják az életminőségét és a mozgékonyságát. Na, és ha eljut az orvoshoz a páciens, akkor ott milyen vizsgálatok várnak rá? Honnan lehet megtudni, hogy ez, ahogy ön mondta, degeneratív, vagy valóban ízületi gyulladásról beszélünk? Hát először is tisztázni kell azt, hogy melyik ízület gyulladt, mikor kezdődött ez a probléma, egyáltalán milyenek a körülmények, amik az ízületnél érezhetőek. Ezeket, hogyha áttárgyaljuk, illetve megnézzük azt, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen anyagcserebetegségek vannak még egyébként, akkor azért már nagyjából lehet orientálódni abba az irányba, hogy most akkor melyik nagy ízületi gyulladás csoport felé induljunk. Meg kell nézni azt, hogy valamiféle deformációval jártak már esetleg ezek az ízületi gyulladások, illetve hát nem nélkülözhetőek a különféle képalkotó vizsgálatok, röntgenek, ízületi ultrahangok, és hát gyanús esetekben az ízületből egy mintavétel, az ízületi folyadékból egy mintavétel is szokott még következni, ami konkrétan az ízületi folyadék összetételét mutatja meg. Vannak benne kristályok, nincsenek, gyulladásos paraméterek, hogy vannak bennük? Ezt a gyulladást is sima labor kimutatja egyébként? Hát hogyha immunológiai eredettel jön létre például a gyulladás, akkor nagyon durva laboratóriumi eltéréseket szoktunk látni. Hogyha degeneratív jellegű ez a gyulladás, akkor kevésbé jellegzetesek a laboreltérések. Hogyha az illető ízület mondjuk direktbe be van fertőződve, akkor meg egészen horror dolgokat szoktunk látni. Azt hiszem, hogyha valakinek ízületi betegsége, ízületi panasza van, akkor mindenféleképpen egy reumatológust érdemes fölkeresni, mert ő lesz az, aki végső soron rendet tud rakni a panaszok között, és ő lesz az, aki el tudja dönteni azt, hogy melyik az a kezelési módozat, ami leginkább azokra a panaszokra illeszthető, melyik javítja leginkább a betegek életminőséget. Mik a legkülönösebb, mik a legizgalmasabb, legújabb kezelési módszerek? Hát attól függ, hogy melyik ízületről beszélünk, és milyen jellegű gyulladásról, most ezt összegezni ennyi idő alatt nem tudom, hogy érdemes-e, mert rettentő sok mindenről beszélhetünk. Itt általában gyógyszeres kezeléseket, illetve fizikoterápiát szoktak ötvözni. A fizikoterápia az nem megkerülhető akkor, hogyha valakinek ízületi gyulladásos jellegű betegsége van. Függetlenül attól, hogy mi okozza ezt az egészet. Talán egyetlen egy eset van, amikor nem feltétlen mozgatnám azt a panaszos ízületet, ez pedig az, hogyha az ízület direktbe be van fertőződve, mert ott azért egy más jellegű beavatkozássor kell. De az összes többi esetben, amikor jellegzetes az, hogy az ízület merevebb, fáj, nehéz mozgatni, azt ki kell mozgatni, a mozgás tartományát meg kell tartani az adott ízületnek, nem szabad hagyni beszűkülni. Plusz kell adni olyan gyógyszereket, amik a panaszokat enyhítik, illetve a kiváltó tényezőket gátolják. A
Azt mondta, hogy a panaszokat enyhítik, illetve a kiváltó tényezőket gátolják. Jelenthet bármi megoldást izületi gyulladás esetében, vagy csak a tüneteket lehet kezelni? Én azt szoktam mondani, hogy a tüneti kezelés az egy jó dolog, mert a betegek életminőségét nyilván javítja. Olyan szempontból egy kicsit becsapása a szervezetnek, hogy attól még az izület az beteg. De hogyha egy beteg ízület nem fáj, arra hajlamosak vagyunk olyan terhelést helyezni, ami a sod adott esetben tovább tud rontani az egészen. Tehát az az optimális helyzet, hogyha a kiváltó tényezők megszüntetésén keresztül tudunk egy panaszmentességet elérni. Ezt sajnos nem mindig tudjuk. És hát a betegek ilyenkor azért elkezdenek más irányokba is kapálózni, tehát nem csak a nyugati típusú gyógyszeres kezelések iránt, és a nyugati típusú orvoslásban bevált fizikoterápiás lehetőségek iránt szoktak elkezdeni érdeklődni, hanem egyéb tradicionális irányokba is szoktak menni. Érdemes nem elfogadni, hogy ez már így marad és mindig fájni fog, hanem keresni a megoldást. Keresni a megoldást, és én nem szoktam pálcát törni azok fölött, akik alternatív irányba mozdulnak, tekintve, hogy igazándiból az a lényeg, hogy az illető jobban érezze magát. Hogyha ezt esetleg akupunktúrával érjük el, akkor akupunktúrával értük el, ha fájdalomcsillapítóval, akkor meg fájdalomcsillapítóval, az a lényeg, hogy jobban legyen a beteg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. ProArt című magazinunkat látták, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorainkat visszanézhetik a dstv.hu honlapon, illetve a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket Facebookon és Instagramon is. Egy hét múlva újabb adással várjuk Önöket. Viszontlátásra! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!